Székesfehérváron 200 évvel ezelőtt kezdődött a magyar nyelvű színjátszás hivatalos pártolása. Ennek tiszteletére a Vörösmarty Színház december első hétvégéjén bemutatja Madách Imre örökérvényű remek művét, az Ember tragédiája egy címmel. A drámai költeményt a társulat művészeti vezetői, Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Horváth Csaba művészeti vezetők és Szikora János igazgató rendhagyó módon közösen viszik színre. Vállalkozásuk egyedülálló és hiánypótló. Én Madách Ember tragédiájáról mindent elmondtam, ami bennem van, amit gondoltam. Ez Madách Ember tragédiájára igaz és érvényes, de nem érvényes az ember tragédiájára, ha egy kicsit tágabban nézem. Mert mi az ember tragédiája? Az ember tragédiája az tulajdonképpen az öntudatára ébredt és saját eszére büszke ember bukdácsolása a kísértő szellem társaságában a történelem epizódjain keresztül. Úgy, hogy közben lemond az isteni gondviselésről, mert úgy gondolja, hogy neki arra nincs szüksége. És ez maga a tragédia. Ez volt a tragédiája Bizáncnak, ez volt a tragédiája Rómának, ez volt a tragédiája a polgári forradalomnak, és ez a tragédiája napjaink valóságának. Ez az én belső meggyőződésem, és én ezt egy tragédiának látom. Ennek a tragédiának a polgári társadalom kezdetéig, hajnaláig, az ipari forradalom kezdetéig tartó időszakát Madách Imre megírta az ember tragédiájában. Történt valami azóta? Változott valami azóta az emberben? Megtörtént az első világháború, és amikor azt hittük, hogy nem, ilyen biztosan nem lesz még egyszer, megtörtént a második világháború. Lesz harmadik? Túléli az emberiség? Mi lesz a sorsunk? Madácsnak volt egy víziója. Részben a falanszter, részben az eszkimó jelenetben. Már nem az eszkimó jelenetben élünk. Nos, tehát nincs még egy mű. Madács a maga részéről befejezte. És akkor ebből jött tulajdonképpen az a gondolat, hogy folytassuk tovább Ádám Éva útját Lucifer kísértésében, vigyük őket végig a történelem azon periódusain, amit már Madách nem láthatott. És ezzel a kéréssel fordultunk négy kortárs íróhoz, Závada Pálhoz, Térei Jánoshoz, Márton Lászlóhoz és Tasnád Istvánhoz, hogy legyen velünk ebben a gondolati kalandban. Képzeljük el, hogyan zajlik Ádám és Éva bukdácsolása Luciferrel a történelemben, onnantól kezdve, hogy Madách befejezte, és körülbelül addig, hogy szeptember 11-én leomlottak a World Trade Center tornyai. Volt az írók között olyan, aki azt mondta, hogy hát ez egy hülyeség, én ebben nem veszek részt. Volt olyan, akinek fölcsillant a szeme, és azt mondta, hogy fú, de nagyszerű ötlet, azonnal belevágok. Meggyőztük őket, és bízom abban, hogy az ő segítségükkel ez a tragédia, az ilyen értelemben és az időben kitágított tragédia, ez a Vörösmarty Színházban 2 év alatt megvalósul. December 1-én bemutatjuk ennek a tragédiának az első felét. Ez Madách Ember tragédiája. És reményeink szerint 1 év múlva bemutatjuk ennek a folytatását. A négy rendezőt az a felvetés is izgatja, vajon Madách Imre milyennek írná meg a többi színt és a többi színben Ádámot, Évát és Lucifert? Milyennek látná az újkori történelmet, hogyan fogalmazná meg, merre vezetné az embert saját tragédiájában? Van egy fura iróniája magának a szövegnek, és ami, ha az ember néha dolgokat ironikusan vagy kívülről tud szemlélni, mint ahogy bele is írja a Madách azt, hogy tragédiának nézed, nézleg ott komédiának, és múlattatni fog. Tehát azt mondom, hogy ha az ember egy kicsit eltávolodik, és humorral tud kezelni akár drámai szituációkat is, akkor pontosabban tudja megfogalmazni, vagy tetténélni azokat a
pontokat, fordulópontokat, az ember természetének vizsgálatát, hogyha ezeket az embereket rálátással bír, és nem csak egy szenvedély által. Ennek tükrében rendkívüli kihívás a második rész. Azzal, hogy sikerült megnyernetek 4 különböző stílusú karakterű írót ennek, azt hiszem, hogy már is az alap megvan ahhoz, hogy egy egészen különleges előadás születhessék belőle. Igazából az volt az első ötletünk. Tehát az volt az ötletünk, hogy csináljuk meg az embertragedé folytatását, és amikor rájöttünk arra, hogy ha megcsináljuk az embertragedé folytatását a 4 íróval, felkérünk rá 4 írót, akkor van értelme, ha megcsináljuk az egyet is, az elsőt, az eredetit. Tehát most azért csináljuk meg igazából az elsőt, hogy meg tudjuk csinálni a másodikat. És ez nagyon izgalmas lesz természetszerűleg, hogy mi ragadja meg, mi indítja el azokat az írókat, akiket felkértünk arra, hogy mi az a momentum, ami tulajdonképpen igazából a 20. századi történelemből megragadja, vagy a 21. század elejé történelemből napjainkig, de az is lehet, hogy valaki berakja a jövőbe, ugyanúgy, mint Madács a falansztert. Tehát még nincs eldöntve, hogy mi az. Lesz egy beszélgetés sor, leülünk, ötletelünk, meg gondolom nekik is vannak ötleteik, hogy melyiket szeretnék megcsinálni. És akkor eltelik egy év, körülbelül, és akkor mondjuk a következő lépés az, hogy eldöntjük ki, melyiket rendezze. Mert még ez is egy olyan furcsa folyamat lesz, hogy akkor téreit választjuk, vagy térei választ engem, vagy fordítva, hogy a Tasnádi István. Tehát az a következő lépés lesz, amit majd csinálunk. Az ember tragédiáját 4 részre osztották, egyes részeit más-más színészekkel állítja színpadra a 4 rendező. Hargita Iván elmondta, mindegyik szín egy új kezdet, így tudják egymást váltani a rendezésben. Az a 4 szín, amivel én foglalkozom, az nyilván megint egy optimizmussal kezdődik, hiszen a kereszténységet védi Ádám, mint keresztes lovag, aztán kiderül, hogy ezt az eszmét, akiknek leginkább kéne védeni a papok, hogyan árulják el, és hogyan képesek egymást írtani, egyetlen gondolati különbség, vagy ahogy a Balázs fogalmazza, egyetlen ibetű miatt képesek embert ölni és tömegeket gyilkolni. Aztán utána ott van egy nyugodtabb kor, mert Ádám menekül egy olyan korba, ahol talán nincsen nagyobb történelmi kihívás, és csak nyugodtan el lehet lenni, ez a prágai szín, ahol már ezeket a tömeges égetéseket már nem is nézik kíváncsiskodó tekintetek, hanem megszokták, és olyan unalmas és mindennapossá válik. És ugye el lehet lenni a szerelmi légyottokban, és egy kicsit egy ilyen testpettebb, polgári létet próbál ebbe a prágai színbe felvetíteni, amiben kiderül, hogy ott a magánélet sínyi meg ezt valahogy mérhetetlenül, és az emberi ambíció is valahogy nagyon méltatlanná válik az ember, hogyha nem akar változtatni a körülötte lévő világon, akkor nagyon akkor nem csak, hogy nem ember, nem művész, nem tudós, hanem valójában nem ember, mert hogy változtatni kell, nem lehet a rosszba beletörődni, már pedig nem működik jól a prágai élet sem. És ugye ebben egy szörnyű, érdekes intermezzo ez az állam, a francia forradalom, ahol egyrészt ugye úgy tűnik, hogy valami új rendet akarnak, de hát ott ebbe az új rendbe, ami legjobban működik, az nem a szociális ellátás, hanem a guillotine. Tehát, hogy ez egy borzalmas habverés a körül, hogy valójában, amikor új rendet akar az ember, vagy az emberiség, akkor egy elképesztő mészárlásba fordul, valahogy unos, untalan. Horváth Csaba kiemelte, a társulat egységes játéka is segíti, hogy a néző koherens produkciót lásson. Ez nagyon sok kísérleti szakaszon fog keresztül menni, ez a próba folyamat, legalábbis ami azt a 3 szint illeti, amit én magam csinálok, hogy megtaláljam a helyét a test használatának, a testnek és a fizikumnak. De az alap problematikáját azt mindenképpen nagyon izgalmasnak tartom a fizikai színház számára, hogy az egyén hogy tud vitatkozni ezeknek a társadalmi és politikai szerkezeteknek a tulajdonságával. És lehetőséget hogy talál Ádám, és hogy talál lehetőséget Lucifer arra, hogy vitatkozni tudjon, adott esetben alkalmazkodni tudjon ezekhez a nagyon erőteljes társadalmi berendezkedési szerkezetekhez. Az uratalakító Gáspár Sándor érdeklődéssel várja, hogy milyen gondolatok mentén születik meg a mű. Én is kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz
ez a tragédia, Gáspár Sándor a színész szemével, és azon belül persze az úr szemével. De erről egyelőre fogalmam sincs, hiszen azért van előttünk a próbaidőszak, hogy azt minél intenzívebben kihasználva ezeket kitaláljuk, vagy pontosabban ezekre választ adhassunk magunk számára is, és így a közönség számára. Ádám a teremtés kezdetétől más és más alakban jelenik meg, de alapjaiban véve ugyanúgy elbukik mindig, gyarló marad minden színeiben, mint a szintén gyarló Éva. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas vállalás, már csak azért is különleges, hiszen hogy négyen rendezik. Négy különböző módon, négy különböző stílusban. Ugye hát már csak, hogyha megnézzük a Horváth Csabának a színházi nyelvét, amit ő követ, akkor az nagyon, nagyon elüt attól, amit a többiektől megszoktunk, vagy megszokhattunk. De hogy tud ez mégis egy egészet alkotni, szerintem ez ebben a legizgalmasabb. Éva szerepében Szikora János rendezésében Osváth Juditot köszönhetjük. Szövegből fogok kiindulni, ez nekem mindig ilyen. Bármit csinálok, az ilyen nagyon nagy kapaszkodó, abba próbálok kapaszkodni, és szerintem ez annyira jó ez a szöveg, hogy most ehhez tudok nyúlni, és az majd kiad egy karaktert, vagy, de inkább magamból. Ez a cél. Lucifert Lábodi Ádám alakítja, aki nagy kihívásnak tartja a feladatot. Én nagyon várom. Én tavaly játszottam először egyáltalán együtt közösen Gáspár Sanyival, úgyhogy nagyobb szerepünk volt közösen, és nagyon jó élmény volt nekem, szóval én nem csak azt nézem feltétlenül, hogy mi a darab, meg ki rendezi, meg én nekem mi benne a dolgom, hanem azt, hogy kikkel csinálhatom. És sokat én sem tudok róla, szóval nekünk is ez a sajtótájékoztató egy olyan esemény volt, ahol a társulat is talán először hallott mélyebben arról, hogy mi az ő pontos elképzelésük erről az egészről. Én biztos vagyok benne, hogy ők nagyon felkészültek, és hogy nagyon komolyan veszik azt, amiben a saját fejszéjüket belevágták. Úgyhogy én nagyon várom, jövő héten kezdjük, 16-án lesz az olvasó. Sok időnk nem lesz, de ugye nem egy egészet kell megcsinálni, hanem csak egy részét, tehát én szerintem ilyen probléma nem lesz majd. Esség szó arról is, hogy Lucifer, a néző, a színház látogató számára nyitott könyv. Ugyanakkor itt bizonyosan nem így történik majd. Nézze, fogalmam nincs tényleg. Tehát nekem se még arról, nagyon kíváncsi vagyok már én is erre a homokra, hogy milyen lesz abban mondjuk mezítláb menni. Lucifer az biztos, hogy ez egy nagyon nagy, nagyon izgalmas feladat. Én örülök, hogy nagyon megtisztelve érzem magamat, hogy a Jánosnál én Lucifer leszek. A színház felkérésére négy neves magyar író, Márton László, Tasnádi István, Térei János és Závada Pál folytatja a művet újabb színek megírásával. Az új darabot az Ember tragédiája 2 címmel a 2019-es 20-as évadban szintén a társulat művészeti vezetői álmodják színpadra.